Pasztelezés során egy gyakran fölmerülő kérdés az, hogy hogyan lehet vékony vonalakat húzni. Hiszen a puha krétával, hogyha elkezdünk húzni egy vonalat, akkor az nagyon gyakran ilyen vastag vonalat, vagy vastag nyomot húz. Tehát hogyan lehet ezt vékonnyá, szép vékonnyá tenni. Az egyik ilyen dolog, hogy sose így húzzuk így egybe ezeket a vonalakat, hanem darabonként, és viszonylag könnyű kézzel, tehát nem rányomva a krétát, hanem csak hozzáérintve, és ha ilyen finom kis mozdulatokkal húzzuk, akkor sokkal vékonyabb nyomot hagy eleve. A másik ilyen dolog, hogy amikor húzod a krétát, ugye annak kopik az éle, tehát forgatom, mindig forgatok rajta egy picit. Tehát már ezzel lehet vékony vonalakat húzni. Természetesen érdemes egy kicsit gyakorolni ezt a mozdulatot, hogy mennyire kell rányomni. Hát próbáljátok ki, ha jobban rányomod, ugye akkor hiába húzod szakaszonként, meg nem forgatom, akkor vastag nyomot hagy. De ha forgatom finom kézzel, nem rányomva, csak így megsimogatva, akkor azért egy sokkal szebb, vékonyabb vonalat lehet húzni. A másik ilyen segítség lehet, hogy nézzünk egy viszonylag új krétát. Ugye az új krétának még éles a hegye, tehát azzal sokkal könnyebb vékony vonalat húzni. Egy használt krétának, annak már így le van kopva a hegye. Hogyan lehet ezen segíteni? Ilyenkor fáj a szívünk egy kicsit, de le kell egy kicsit koptatni a végét, tehát így ráteszem a krétát, így merőlegesen. Akár egy sima rapra, akár arra a szennelierre, akár egy finom dörzspapírra, és ha így egy picit megdörzsölöm, vagy lekoptatom, akkor ismét keletkezik egy ilyen éle, és akkor megint lehet ilyen vékonyabb vonalakat húzni vele. Így. Ugye ezzel a friss éllel még az előbbinél is vékonyabb vonalakat tudtam itt húzni. No, tehát ez az egyik fajta dolog. A másik pedig, hogyha mi van akkor, ha mégiscsak vastagra sikerül ez a vonal. Most nézzünk erre egy ilyen példát. Tehát húzok ide egy vonalat, amit vékonyra szeretnék, de vastag lett. Ilyenkor a következő lehet meg érdemes csinálni, hogy a vékony vonal mellett úgyis van más szín. Tehát ezzel a más színnel ezzel a másik színnel elkezdem kidolgozni, és ahogy közelítek a vonalhoz, így egy picit mindig tovább tolom ezt a krétát, és akkor rámegyek erre a vonalra, azaz le tudom vékonyítani. Jó, most nézzük meg a másik oldalról. Most rakjunk oda mondjuk egy kék színt, de ez teljesen mindegy, hogy milyen szín, csak megyek a vonal felé. Hát itt egy picit érdemes lelassulni, ugye ahogy megyek a krétával a vonal felé, akkor lehet érezni, látni, hogy hol fog az a kréta, és megint csak ráhúzok egy picit a vonal szélire, és ezzel már is sokkal vékonyabb lett a vonal, mint ami az eredeti volt. Jó? Ezt persze megint lehet, hogy többször meg kell ismételni, itt megint ilyen finom mozdulatokkal. Ugye ezt nagyon nehéz látni, ilyenkor az a probléma, hogy nem látom, hogy hol fog a kréta, ezért kell a távolabbról indulni, és ahogy megyek mindig egy picit előre, mindig látom, hogy hol fog a kréta, és akkor egyszer csak látom, hogy elkezd a vonalon fogni, és elkezdi azt vékonyítani. Na, tehát ez a következő lehetőség. No, és akkor ugye jön az a probléma ilyenkor, hogy ha véletlenül rámegyek és eltüntetem a vonalat, akkor mi van? Tehát túltolom a krétát, eltűnik szinte az eredeti vonalam. Hát ilyenkor ugye meg kell ismételni ezt a mozdulatsort, azaz itt megint újra ráhúzom ezt a vonalat. Ha jó, akkor jó, ha meg nem jó, akkor megint egy picit ráhúzok, elvékonyítom. Amúgy egyébként pedig sokkal jobban néznek ki azok a vonalak, amik nem olyan nagyon szabályosak, tehát itt sem nagy baj, hogyha ez a vékony vonal is egy picit néha vékonyabb, picit néha vastagabb, akár lehet olyan is, hogy eltűnik, vagy eleltűnik, tehát például egy falnak a széle, vagy egy fuga, az se látszik végig. Ilyen esetekben kell például vonalat húzni, az se látszik végig. No, ezek a krétával volt technikák.
Ezen kívül nagyon sok mindent más nem kell tudni, kicsit rá kell érezni. Én azt javaslom, hogy gyakoroljátok egy külön lapon, ne a rajzon először, hanem egy külön lapon egy picit gyakoroljátok ezeket, és akkor rá tud állni viszonylag hamar a kezetek. A másik ilyen ötlet, ami szokott jönni, hogy akkor hát húzzuk meg ezeket a vékony vonalakat ceruzával. Jó? Bizonyos esetekben ez is jó, én mindig szeretem azt mondani, hogy ha lehet, akkor krétával dolgozunk, de nyilván vannak olyan nagyon pici részletek, ahol érdemes használni a ceruzát, vagy célszerűbb használni a ceruzát. Úgyhogy nézzük meg, mit csinál egy szénceruza. Most azzal fogom megmutatni, de a pasztelceruza is hasonlóképpen viselkedik. Tehát a sima papíron, ahol még nincs festék, ott ugye gyönyörűen lehet rajzolni vele. Lehelet vékony vonalakat. Ha már van ott festék, akkor ahogy egyre vastagabb a festék réteg, vagy a porréteg, annál kevésbé fog fogni. Tehát még ezen a részen még így szépen fog. Itt már ahol vastagabb, itt már, látjátok, alig fog. Ugyanannyira nyomtam rá, mint az előbb a sima papíron, de alig fog. Hát itt például jobban meg kell nyomni a ceruzát ahhoz, hogy fogjon, de akkor meg vigyázni kell arra, hogy ne legyen túl széles a nyom. Tehát ugyanabban a problémában ütközünk, mint a krétával. És hát itt a pasztel ceruza meg a szénceruza is olyan, hogy az is kopik, tehát ezt is érdemes így forgatva húzni. Megint egy mellette még húzok. Jó, így. Mert hogyha ezt húzom tovább, akkor ez is ahogy kopik, egyre vastagabb vonalat húz. Ha nincs még vastag porréteg a papíron, akkor nagyon jól működik a ceruza. Ha már van rajta, ahogy egyre vastagabb a porréteg, úgy egyre nehezebben működik. És ez papírtól független, hogy most milyen alapanyagra dolgozol, hogy Tizianóra, tehát a textúrásra, vagy pedig Sennelierre. No, amit még lehet csinálni egyébként a ceruzával, hogy csinálok egy foltot, és ha olyan a kép tematikája, vagy olyan a kép, hogy lehet használni az összemosás technikát, most csinálok ide egy ilyen zöld mezőt például, akkor ezen az elmosott felületen megint jól működik a pasztel ceruza, jó? Meg a szén ceruza. Tehát a ceruza az megint jól működik egy ilyen elmosott felületen. Jó? Hát ha olyan kép van például, ahol látszanak az ágak egy fán, vagy növényen, vagy bokron, és ilyen vékony vonalakat kell húzni, akkor lehet nyugodtan egy ilyen ceruzához nyúlni. Egy sima fekete szén ceruza is teljesen jó megfelelő, és akkor egy ilyen kis téli ágat nagyon szépen rá lehet rajzolni egy ilyen elmosott háttérre. Mondjuk, ha kékkel csinálod, akkor az eget reprezentálja. No, akkor erről szólt volna ez a kis videó, a vékony vonalak titkairól. Jó rajzolást!